A Nyírturai Idősek Otthona 1940-ben épült házban működik, amely eredetileg iskola volt. Ennek megfelelően az idős gondozáshoz szükséges infrastruktúra nem volt megfelelő az épületben, amelyben jelenleg 10 időskorú ellátását végzik bentlakásos formában. Az intézményt a Nyírségi Több Célú Kistérségi Társulás üzemelteti, amely sikeresen pályázott a korszerűsítésre. Itt jelenleg a mögöttem lehet, hogy látszik a kamerában, egy tíz fős bentakás intézmény idősek otthona található. Ezt szeretnénk az előttünk lévő üres területen megújítani, egy újat építeni, kibővíteni 20 fősre, és egy korszerű, energiatakarékos, kényelmes körülmények között tudnánk az időseket ellátni. A fejlesztés alapvető célja az intézményben lakók életminőségének javítása, a rossz infrastruktúrális adottságok megváltoztatása és az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése. A település polgármestere elmondta, nyílturai viszonylatban jelentős beruházás indul el a korszerűsítés révén. Nyílt a település költségvetése, 2000 fő alatti lélekszámú település vagyunk. 250-300 millió között görül össze végére, az 82 millió közel a felét kiteszít, főleg induló időszakba, és ez egy nagyon nagy fejlesztés számunkra, és természetesen ezzel, ezzel a nyílt területes vagyon is gyarapodik. És azáltal, hogy nő a mentlakok létszáma, így plusz állásokat tudunk biztosítani, természetesen nyílt a lakosoknak. A korszerűsítés és bővítés révén újabb lakószobákat, valamint orvosi rendelőt és egyéb közösségi tereket alakítanak ki. Az épület energetikai rendszerét is felújítják, amely gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé, és sor kerül a teljes akadálymentesítésre is. A rendezvényen jelen volt Sesták Miklós fejlesztési miniszter, aki elmondta, a kormány fontosnak tartja a szép életminőségének javítását, ezért támogat minden ilyen jellegű fejlesztést. Az állam két dolgot tud biztos megoldani. Az egyik, hogy tiszteletet ad a szépkorúaknak, az idős korúaknak. Ez Ennek az egyik fontos eleme az, hogy a bentlakásban élő szép a körülményeit fejleszti, ez megpróbál forrást nyújtani. És ezért volt fontos az, hogy a 2017 13 as ciklus tényleg az utolsó szalmaszálába kapaszkodva még ez a 80 millió forintot meghaladó beruházás itt Véghez mehet, hiszen látjuk, elmondta a polgármester úr, hogy milyen sokat, milyen sokszor próbálkoztak, már is elég nem sikerült, és most egy olyan pályázati forrás sikerült megnyerni, amelyben megszépül, megújul, és új épület is alakul itt Nyírturán. Ezért fontos, ezért csináljuk, ezért dolgozunk. Az építkezés napokon belül megkezdik Nyírturán, és a pályázati feltételeknek megfelelően ez év őszére el kell készülnie a beruházásnak.